Gyerekek, a pofám leszakad. Hát kiderült, hogy ebbe az autóba nem egy termosztát van, nem kettő, hanem három. Ki hallott még ilyent? Édes jó Istenem! Mit gondoltak ezek az emberek, mikor csinálták ezt az autót? Jó, hogy nem nyolcat tesztek ma bele minden ligba egyet, hogy mit ízik. Keresgessem ilyen izé, nyuszi tojás vadászat. What the fuck, man? Olvasgatom itt a könyvet. Milyen jó Péter barátom ezt a könyvet nekem megszerezted. Na nézd meg! Egy termosztát, két, lássátok, ugye három nyíl. Egy te, ugye levettem ezt a födelet. Nem tudom mennyire látszik, de itt van a két lyuk. Egyik hiányzott nekem, a bal oldali van ki volt dobva, vagy mit tudom én. Vagy porra áporlott. Másikot most kidobtam. Mielőtt összeszerelem, mondom, meg kell még egy kicsit researcholjam, mert nem tudom, hogy... Gyanakszom, most már a vízpumpára kezdtem gyanakodni. Mondom, nézzem meg a vízpumpát, hogy milyen helyzet vele. És kezdtem itt researcholni fórumokon, meg mindenhol, meg a könyvét bújom. Amúgy van ebbe is egy ilyen troubleshooting guide, mindjárt azt is megmutatom. Na, de nézem, hogy hogy kell kicserélni a vízpumpát. És keresek egy rajzot, hogy lássam felrobbantva. És nézem, baszki, mutass a termosztát, egy nyíl, két nyíl, és három nyíl. És ez a 330-as, 360-as, 390-es motroknak van csak. És az enyém 330-as. Úgyhogy, ha ki nem vette valaki, akkor ott van, kell legyen még egy termosztát. Tehát akkor az, vagy ez a termosztát rossz, vagy ez a vízpumpa, vagy a vízpumpa. Mert ahogy látom, a víz nem mozog nekem, tehát feltöltöttem a minap szintig a hűtőt, és nem mozog, és mikor túlmelegedik a motor, akkor kéne ugye kifröcsölje gőz, meg víz, nem történik semmi. Úgyhogy a víz nem mozog. Ha ez rossz ugye, akkor a motorba a víz elzáródik, és nem kering, nem tud menni a hűtő felé a víz. Na most már itt azért van kettő, ezt megértem, itt azért van kettő, hogyha az egyik áramlik, és nem nyílik ki, akkor a másik még mindig kinyílik, és működik. De hogy ide még egyet miért kellett tenni, azt már nem értem. Na mindegy, biztos volt valami okuk nekik. De én kidobom most az összeset belőle. Tehát le kell vegyem ezt az egész body-t. Ezt az egész részt, mert most csak a tetejét vettem le. Le kell szereljem ezt az egészet, kivegyem, hogy ott van. És hogyha nincs ott, akkor le kell vegyem a vízpumpát, és kicseréljem, tehát akkor vagy a vízpumpának le vannak kopva a szárnyai, vagy pedig a csapágy oda van szarva rajta, és le van blokkolódva teljesen. Na de hol volt az a troubleshooting guy? Na water pump. 360-as, 390. Ám hát túl nagy most ez így. Egyik lesz a 125-re. Az elébb hol voltunk? Itt voltunk. Le kell írjam ezeket az oldalszámokat. Vagy a videóban meg tudom én is nézni. Na, soha nincs kéznél egy fucking pix. Na mindegy, 1202. Hol voltunk? Na jó, le akartam menni a 1700... Hó, 1732, azt hiszem. Mutassam meg ezt a... Hát nem 32 volt, a kicsit vissza. Volt egy ilyen levezetés, egy ilyen fine levezetés, hogy lépésekről, hogy troubleshootoljad a hűtőrendszert. Itt
Tudod, azért 700... Miért nem írtam le? Miért nem írtam le a számot? Na, itt van, jó, oké. Smoke ezelőtt volt. Itt van. Smoke előtt. Itt van. Akkor jegyezzem meg, 1713, nem 32. Routine number 125, loss of coolant or engine overheating, tehát csepegés, folyó, hűtőfolyadék csepegés, vagy motor túlmelegedés. Hogyha van elég hűtőfolyadék, és működik a sapkaja a hűtőnek, akkor oké, okay, hogyha nem oké, okay, akkor menjünk barna, de itt jobbra menjünk, mert nekünk az oké is. Tehát a motor túlmelegedik. Ellenőrizd a beltet, ami az a CU. A CU-t ellenőrizd, nem dobta le a CU-t. Ja, a CU rendben van. A radiátornak a szárnyacskáit, hogy koszos-e vagy damage-e, nincs, az is rendben van. Restriction nincs. Ja, tehát ez rendben van. Hogyha nincs rendben, akkor mész balra, de mi menjünk jobbra. Akkor nézd meg, hogy coolant circulation, na hát most mi itt vagyunk. Check coolant circulation by removing cap and operating at least 2000 RPM. Check flow at the fillernek after engine warms up. Tehát le kell vegyem a hűtőnek a sapkáját, begyújtsam a motort, hagyjam, hogy menjen, és nézzem meg, hogy mozog-e a cucc benne, mozog-e a lé, dől-e a lé. Hogyha nem dől a lé, akkor most már nem megyünk jobbra, akkor megyünk balra. Tehát, hogy ez nem oké, akkor ugye replace a termosztátot cseréljét ki, amit ki fogok dobni mind a 92-t. Ahányat kapok, annyit dobok ki. És ha akkor sem mozog a víz, akkor már nincs ahol tovább menni, látod, de ez itt az utolsó lépés. Akkor kicsit kell cserélni a vízpumpát. Tehát akkor egyértelmű, hogyha kidobtam a termosztátokot, visszarakom a csöveket és ezt a dobozt, hogyha akkor sem működik, akkor egyedül a vízpumpa lehet a hibás. Tehát akkor le kell vegyem, fel kell lazítsam az alternátort, le kell vegyem a két CU-t, az egyik, amelyik hajtsa az alternátort, másik, amelyik vízpumpát, le kell vegyem ott valami csöveket, slagokot, ami jön a radiátornak, hűtőnek az alján, és van vagy hat csavar, ami fogja a vízpumpát. Tehát mondjuk előbb le kell vegyem a szíjtárcsát, a pulit, és akkor ki tudom szedni a vízpumpát. Viszont ha kiveszem a termosztátokot, összes tokot, és akkor a víz fog menni, fog mozogni, akkor azt jelenti, hogy a vízpumpa nem rossz, vagyis jó, mozgassa a vizet, akkor megyünk ismét jobbra. És akkor azt mondja, hogy nézzed meg a fenklatcsot, tehát a ventilátornak a kuplungját, if applicable, mert valószínű, hogy nem applicable nekem, mert ez a régi truck, ezen forog egy folytába a ventilátor, mikor a motort beindítod, nincs olyan, hogy kikapcsol, bekapcsol, egy folytába forog. Hogyha nem, akkor ki kell cseréd a fenklatcsot. Jó, tehát itt akkor balra nem kell menni, itt mehetünk egyenesen lefelé. És hogyha a fenklatcs oké, okay, ami nekünk oké, okay, ugye már egyfolytában forog, és még mindig melegedik a motor, tehát ugye, hogyha itt forog a víz, de még mindig melegedik, akkor jó a vízpumpa, akkor a fenklatcs ezt ki lehet ugorni. Ha még mindig melegedik, a víz kering, de termosztátok kivéve még mindig melegedik, akkor azt mondja, hogy rossz vagy a szenzor, temperature sending unit, ez a hőérzékelő, vagy a gauge, vagy az óra, ugye akkor. Már azon kívül, hogy az óra felment, azon kívül nem éreztem jelit a túlmelegedésnek, tehát nem gőzőt, nem spriccót,
De mondom, hogyha álva romol a termosztát, vagy a vízpumpa, akkor a hűtő nem fog spriccolni, mert akkor a motorba ugye forra víz, de nem tud keringeni. Tehát, hogyha minden egyéb jó, akkor ja, vagy a szenzor, vagy az óra, vagy if a quick cooling PVS, check for vacuum, vagy a vacuum, hogyha van cooling PVS, ez nem tudom mi az, de meg kell googlezzem. Check for vacuum at PVS outlet with engine in overheat condition at idle. Tehát rellandban, amikor túl melegedik, akkor meg kell nézni vacuumot a PVS outletnél, de nem hiszem van nekem. És hogyha mindezt megcsinálhatod, még akkor is túl melegedik, akkor fel kell tenni Craigslistre-s eladni. Enmity. Tehát akkor ki kell cserélni a cooling PVS, temperature sending unit, a szenzort, és az óra, de nem hiszem azzal van a baj. Oké, és akkor még perform steps, és hogyha rendben van, akkor 7-es, 10-es, 11, 13-os of reference van. Micro reference vagy, mindegy. Tovább. Még mit lehet kicserélni? Restricted exhaust. Kitakarítani az egész rendszert. Vedd ki a vízpumpát, nézd meg, lapátok állá vannak-e törve. De hát az van. Jó. Hát na, hát idáig nem érünk el, mert én a termosztátot kiveszem, és hogyha nem kering a víz, akkor ki kell cseréljem a vízpumpát. Nyomással kinyomatni. Levedd a radiátort, kivedd a termosztátot, nyomással kinyomatni a blokkot. És a hengerfáj járatokat, hogy nem-e való le van dugulva. Ha az sincs rendben, akkor szét kell szedni a motrot. És megnézni, hogy hol van valahol átdugulva a hűtőjáratok, vízjáratok. Na, következő az már más. Akkor még azt kell majd megnézem, hogy hogy melyik pumpát. Én úgy láttam, hogy ez az, de nem lehet olyan pontosan látni addig, amíg le nem szereled. $70 plusz 20 shipping, tehát majdnem egy 100-os. De nagyjából így néz ki, tehát jobbról így néz ki, van ez a nagy slag. Ahova rájön ez a nagy slag, a képen nem látszik, de ez kerekára rájön a slag a hűtőtől. És akkor ide jön a négy csavarról a puli, szítartsa. Szítar csak, mert dupla. És akkor ide jön még egy cső, de nekem itt két cső jön a bal felire. De lehet, hogy egy cső ide jön, és másik ide slag, mit tudom én, egyik a radiátorhoz. És akkor van fent két csavar, és alul négy csavar, hat csavar, ami oda fogja a motorhoz. De még nem vagyok biztos, hogy pontosan ez a modell. Írja, hogy HD, Ford HD Truck 330-as, az az enyém. De addig nem veszem meg itt se, úgyse, amíg le nem szerelem. De menjek most előbb, kiszerelem mind a 86 termosztátot, és akkor majd csinálok odakint egy update-et. Ja, jó, de nem merek most járni. Gondolkoztam, ha menjek-e a bányába még egy fuvarra, de nem merek így járni, mert nem akarom a motrot tönkretenni. Olyan jó a motra, hogy nem merem kockáztatni. Ugye amikor hoztam haza, nem tűnt fel, mert hosszú, amikor mész, csapja a levegő, ugye megy be a motortérbe, és nem melegedik. Soha nem ment középnél fennebb a manus. A manus. De így most, hogy lépésbe, itt a bányába menegetek, és megterhelve. Na, de kiderül most már hamarosan. Egy óra múlva, fél óra múlva fogjuk tudni, hogy a termosztát-e, vagy a vízpumpa-e. Na jó.